az állatorvosok hogyan és mint kezelnek egy-egy bajba jutott vagy sérült kisállatot. A Sóstóvadvédelmi Központ mindennapjaiba is betekintést nyerhettek a szakmai találkozó résztvevői. A központ és az óvodák, iskolák között szoros az együttműködés annak érdekében, hogy minél több emberhez eljusson a környezetvédelem fontosságának gondolata. Itt, ami a Sóstóvadvédelmi Központban történik, ugye ez egyrésztről egy egyedmentési folyamat, ami maga, mint természetvédelmi folyamat, önmagában nem lenne kifizetődő. Viszont azzal, hogy ezt az emberek, gyerekek felé kommunikáljuk, bennük ez nagyon mélyen megragad, és utána ők sokkal jobban tudnak hatni a szüleikre, mint hogyha mi tartanánk egy programot kifejezetten felnőtteknek. Tehát a szülők neveléséhez a gyerekeken keresztül vezet az út. A második Rákóczi Ferenc Általános Iskolában jelenleg fenntarthatóságra nevelési program szerint tanulnak a gyerekek. Az intézményben például működik egy időjárás állomás, melynek adatait folyamatosan ellenőrizhetik és kielemezhetik a gyerekek. De ezen kívül számos környezetvédelmi és természetvédelmi tematikájú programon vehetnek részt. Nagyon fontos, hogy a gyerekeknek megmutassuk a lehetőségeket, játszva tanítsuk meg őket arra, amire a hétköznapokban nem biztos, hogy lehetőségük van, akár az iskola adottságai, akár a lakóhelyük adottságai miatt. Székesfehérváron egyre több intézmény csatlakozik az ökoiskola és zöld óvoda programhoz. A város alpolgármestere szerint fontos, hogy a gyerekek helyben megtapasztalhassák a környezeti nevelés előnyeit. Az iskola udvarok, óvoda udvarok is szerencsére igen tágasak és szépek Székesfehérváron. Minden évben egyre több udvar tudunk felújítani, ahol nyilván a kiskertektől a nagyobb környezetvédelmi, természetvédelmi fejlesztéseket is meg tudjuk valósítani annak érdekében, hogy ott helyben is a gyermekek megtapasztalhassák ennek az előnyeit. Az ökoiskolák és zöld óvodák szakmai találkozóját első alkalommal szervezték meg hagyományteremtő szándékkal. A program lehetőséget biztosít nem csak előadások meghallgatására, de a tapasztalatcserére is.